Sziasztok! Na, ez most egy nagyon aranyos kis videó lesz, ilyet még sose csináltunk. Viszont buliba készülünk, képzeljétek el. Meghívtak minket egy kerti partira, és az nem úgy van ám, hogy oda csak az ember úgy besétál, hanem feltételek vannak, hogy hogyan lehet oda beállítani, és az a feltétel, hogy valami egészen érdekes, furcsa hajkoronát kell magunknak varázsolni. Tehát Amerikában van ez a szokás, ez a crazy hair day, amikor ilyen őrült hajat csinálnak maguknak, még akár a gyerekek is az iskolában. Hát nekünk most ilyen őrült hajjal kell beállítanunk a bulira, csak úgy engednek minket be. Mint ahogy a Halloween partinkra, ami minden évben van, ezt most is lesz. Mondani, igen, hogy mi Halloween partinkra is csak úgy lehet belépni, hogy be vagy öltözve vampírnak, vagy akárminek. Akárminek, de úgy nem lehet bejönni, hogy csak egy sima ruhában. Akkor sajnos haza kell, meg nem, ilyen még sose volt. A mi vendégeink ezt komolyan veszik és beöltöznek mindenféle furcsaságnak. Idén is lesz Halloween party, már most nagyon készülünk. Na de most lesz ez a őrült hajas buli, és kitaláltunk kétfélét Mólikával, elkezdtük túrni a netet, hogy vajon mi legyen az, amit meg is tudunk valósítani, és kellőképpen kreatív. Úgyhogy kitaláltunk kettőt. Na de most akkor ne lőjük le rögtön a poént, hogy Mólié milyen lesz, mert nagyon jó lesz Mólié is, de most az enyém lesz az első. És hát itt a kellékekből azért már nagyjából ki lehet találni, hogy mi is lesz az. Na Mólika, mi lesz az? Móli fogja ugyanis nekem megcsinálni. Anyának egy fánk lesz a haján, egy ilyen kis cuki pohárra. Szuper! Egyébként a Grinch című filmben vannak ilyen fejfedők, amiket imádtunk tényleg, amikor ilyen tányér meg pohár van a fejükön. Na most én így fogok kinézni, nagyon jó lesz. Szóval vettünk kétféle ilyen hajfánkot, ez szerintem ez nagy lesz. Lehet kicsit túl nagy. Tehát rápróbáltuk a fejemre, és óriási nagy lesz, tehát az egész tányért tulajdonképpen beteríti, ezért vettünk egy kisebb hajfánkot is, és ez jó lesz, mert ugye úgy fog kinézni, hogy a fejemen lesz igen ez a tányér. A hajamból Móli csinál egy fánkot, az itt lesz a fánk, és mellette lesz a pohár kávé, vagy nagyon is. Jó lesz! Pohár kávé. Pohárból is, na jó van, majd megfogja. Én elismerem, hogy most még eléggé bugyután hangozhat ez az egész, de nagyon jó pofa lesz. Kétféle szórócukrot készíthetünk, amikor Móli majd jó alaposan belakkozza a hajamat, akkor megszórja ezzel a cukorral, és abba szépen beleragad. De szerintem már túl sokat is beszéltünk, kezdjük el. Csináljuk meg először a tányért, Mólika, ugye? Mert nyilván ezen egy kis lukat kell vágni, ahogy Móli mondta, hogy a fánkos hajamat át tudjuk rajta majd bújtatni. Mólika nagyon ügyesen kivágta azt a kis lyukacskát, ami ugye majd a fánk köré jön. És akkor eldöntöttük, hogy a kisebbik poharat használjuk. Ez a nagyobbik pohár ismerős lehet nektek a Momo burgeres videóból, amikor gyors éttermet alakítottunk ki itthon, és ezt a poharat használtuk. Hogyha nem láttátok, nézzétek meg, szerintem nagyon jó a videó lett tényleg. Na de ez a Momo burgeres pohár, ez most ide nagy. Ezért ezt a másikat fogjuk használni. Ez egy kisebb ilyen papírpohár, teljesen jó lesz. Ő lesz majd az a pohár, amiben elvileg a kávé lesz a fejemen. És mellette lesz a fánk. Na akkor én leülök egy ilyen kis zsámolykára, hogy Molly elérje a fejem tetejét, és akkor kezdjük. Na akkor kifésülöm a hajamat, hogy Mollikának azzal már ne kelljen szórakoznia, hogy kibontja a hajamat. És akkor átadom a terepet neki, hogy csinálja meg a fánkot. Kicsit érdekes ez a frizur, ami sose volt nekem ilyen. Meglátjuk, hogy fog sikerülni. Alakul a buli? Aztán. Milyen jól berendeztük itt a kulisszákat, itt van hátul a felmosóbedő. Na alakul, gyerekek, nagyon jó! Itt elől van egy óriási coffom, ebből lesz majd mindjárt a fánk. Na nézzük! De már az előbb tök jól állt, Mólika, most mégse jó. De mindjárt jó lesz az, jó lesz az. Jó lesz? Hát biztos szerintem jó lesz, nem tudom. Nekem de így fog maradni, most hogy nézek már ki?
így, ide. Így. Ez nem jó. Ez se jó. Hát kedves kodrá... Ja, hogy túl sok hajam túl marad. Túl sok hajam. Aha, értem. Le kéne vágni. Persze, hát jól mondod. Vagy nyisszantsuk le. Gyorsan egy ollót. Na, valahogy köré tekered. Köré. Hullámcsattal megtűzöd, és jó lesz. Az biztos. Tök jó le. Így. Csak óvatosan azt a gyönyörű fánkot. Hát ez az. Kés. Kicsit feláll, de tök jó. Na, ugye, jaj, de jó, most olyan, mint régen volt ezek a kalapok, amik, de tényleg, amíg tudjátok, itt csak így a fél oldalra simítottak rá a nők fejére. Lehet, hogy lukat kell fúrnunk ide, és akkor oda tűzni egy hullámcsattal, mert ugye ide tesszük a... Italt. Az italt, a kávé. Igen. Na, megoldjuk. Na, kérem szépen. Most már itt van a fánkocska, itt van a csat, amivel megtűztük, tehát most már abszolút jól áll a fejemen a tányér. Most jön a befejező művelet gyakorlatilag, tehát ide tesszük, ide ragasztjuk valahogyan a kávéspoharat, megszórjuk még ilyen cukorral a fánkot, és kész, az enyém. Utána megyünk tovább Mollikáéra. Na, elkészítettük a kávét, ami igazából egy ilyen harisnyából van. De most ez lesz a kávé a pohárban, ami mehet a tányér, igen, a tányérra. Na kérem, itt a fánk, itt a kávé, és most jön a befejező hadművelet, amikor is Mollika vastagon belakkozza, és gyorsan rászórja a cukorkonfettit, ami reményeink szerint egy picit rátapad, és úgy fog kinézni, minthogyha tényleg egy frissen sütött fánk, csokis fánk lenne. Komolyan az ember mikre nem hagyja rávenni magát, de tesztem, tök jó szórakozás. Előkészítettünk itt szórott cukrokat, itt mutatom, az egyik ilyen kis mindenféle színű, ez meg inkább pasztel színű, de az is mindenféle színű. Úgyhogy Mollikám, rád bízom, keverheted is a kettőt, és mehet a fánkra. Jó, oké, megvan, szerintem picit nagyon jól. Rá, hogy ráragadjon. Szerintem nagyon jól néz ki. Ráragad? Aha. De jó. Oké, és még ne nagyon mozog, mert még ragad, de nagyon jó. Na gyerekek, hát az a helyzet, hogy elkészült, itt van a fejemen a tányér, a fánk és a kávé. Hát szerintem eszméletlen jó lett, gyerekek. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jót tudunk összehozni. Hát elkészült az én hajam. Nagyon ügyes vagy, Molly, tényleg. Tehát elképesztő. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen klasszul a fejemre lehet játszani ezt a papírtányért, és rá a hajamból egy fánkot, és egy kávés poharat. Hát végül is szerintem is jó lett. Ugye? És nagyon jól a hajlakkal rá tudtuk ragasztani ezeket a cukorkonfettiket, amik itt szanaszét vannak szórodva az asztalon, de ez most nem is lényeges. És ugye összetekert zokniból van a teljes kávé. De ez se lényeges. Az a lényeg, hogy már megint győzött a kreativitás, és egy ilyen szuper hajat hozott össze nekem Mollika, úgyhogy szerintem engem tuti be fognak engedni a bulira. Tuti. Most már csak az a kérdés, hogy én mennyire vagyok ügyes, és tudok-e Mollinak egy vicces hajat kreálni? Hát be fogok tenni mindent. Annyit árulunk el, hogy egy üdítős üveg kell hozzá, és szintén kell egy papírpohár. Na lássuk akkor. Na Mollikám, most akkor azt kellene csinálni, hogy segíts nekem, hogy az egész hajadat ide a búbodra kellene egy cofba ide föltenni. És lehet, hogy te ezt most jobban ki tudod fésülni, vagy össze tudod hozni, hogy nehogy húzzam a hajad. Hello! Így, Mollinak itt a búbján van a haja. Így, szuper! Így itt, és most jön ez az üdítős üveg, amire itt egy kis lyukat fogok vájni, és majd azon a lyukon át belejátszom az üvegbe Molly haját, de ezt most mindjárt mutatjuk is. Hú, de jó hangja van ennek. Ez az! Ez a kis lyukacska kellett nekünk, mert ezen fog bemenni Molly haja. Na drágám, fésült ki a hajad, szuper. És most jut szerephez akkor ez az üveg. Ez a kólás üveg, amin itt van ez a lyuk. Ugye itt fogjuk bejátszani Molly haját.
ezen a lyukacskán, illetve így, és itt húzom majd ki a haját, minthogyha folyna ki az üvegből a kóla. Na nézzük, mennyire vagyok ügyes. Cica, próbált kihúzni ott a végén a... Várja, még nem tuszkoltam bele az összes hajadat. Ez az, nagyon jó. Várjál, még itt a... Hadd férjen be az összes hajad. Ez az! Hát ez nagyon jó! Ez szuper! Na! Most még csak félig vagyunk készen. Most ide a Molly vállára hiányzik még egy pohár. Úgyhogy a jó kis Momo burgeres poharunkat most ide fogom valahogy varni szerintem. Hello, Molly! Hello. Na, sikerült rávarni cérnával a Momo burgeres poharat ide Molly vállára, és most mutatjuk, hogy hogyan folyik majd az üvegből a kóla, illetve a haja ebbe a pohárba. És íme Mollikám, akinek a haja most igazából kóla, ami folyik ki ebbe a pohárba, amit ugye odavartam a vállára. Hát ez nagyon jó lett. Hát édesem, kis kólafejű lettél. Állati jól néz ki. Tényleg pont olyan színű a hajad, mint a kóla. És ahogy így belejátszottuk a hajadat, vagy a cofodat így a lukon keresztül, és itt meg folyik ki bele a pohárba, hát egyszerűen szenzációs. Hát gyerekek, elkészült a hajunk, és erős a gyanúm, hogy mind a kettőket be fognak engedni a bulira. Zseniális lett, azt kell mondjam, igaz, Molly? Nagyon. Ahogy a Molly haja kólaként folyik a pohárba, az valami egyszerűen hát szenzációs. De az enyém is nagyon tetszik. Na, az ahogy... is nagyon jó. Szóval ahogy... megenném. Ahogy a kilukasztott tányéron keresztül ugye egy hajfánkra ráfésültük a hajamat, és hullanak a cukrok belőle, vagy ez a szóró cukor, és mellette egy pár zoknival kitömött kávéspohár. Büszke vagyok magunkra, Molly, rád is nagyon, hogy ezt össze tudtad hozni a fejemen, vagy fejemre, és magamra is. Gyerekek, szóval már megint mi a lényeg? Az, hogy együtt voltunk, hogy nevettünk, hogy mókáztunk, és nagyon jól éreztük magunkat, tényleg. Úgyhogy szerintem már meg is van a Halloween partira, már kitaláltunk egy-két jó ötletet, hogy milyen lesz a fejünk, hogy nyilván nem ilyen, hanem valami Halloweenhez illő. Szóval, hogyha gondoljátok, próbáljátok ezt ki. Találjatok ki különféle jókofa formákat, mert tényleg nagyon jól lehet közben szórakozni, nagyokat lehet nevetni, és aki meglátja, az is garantáltan szórakozni fog. Hát most két ilyet meglát, hát mindenkit jó kedvre derít, az biztos. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha tetszett, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!